Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt. Éppen az ő fülébe rikoltoztak. Bírók, mamint, miféle? Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Arómó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és Vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók! Miféle döntőbíró? Odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin a kék paripa. Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban. Addig úgy sem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. Arómót választották szószólónak. Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval, henceg. Még hogy én hencegek, igenis! Hadd mondja végig Arómó. Elhatároztuk hát, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te, meg maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem. Jól van. Ezen nem újjon. Ki akar versenyezni? Mindenki fölemelte a kezét. Még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm is. A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú, fiú füty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak. Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers. Hát bizony, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Miért nem vers? Miért nem vers? Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző, maga Bruckner Siegfried. Mi a kötyúk a nyókend? A szobában lakik itt bent. Állj! Ezt nem te írtad. Hát kicsoda? Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez? Jó, jó. Te ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. Úgy van, úgy van, úgy van. Ki az a Petőfi Sándor? Soha se hallottam a nevét. Elég szégyen. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni. Jó, tudok én mást is, ide süssetek!
Ej kentjuka nyomja kő, itt bent lakik a szobában. Hoho, ugyanazt mondod kitekerve, és ráadásul rím sincs benne. Rímnek kell benne lenni. Hát, nem árt. De ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja, írta Bruckner Siegfried. Kapó mi a kő itt bent, lakik a szobában kent. Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni. Így nem lehet szavalni. Bizony nem. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárd, a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát. Ugyan miféle vers ez? Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Az anaménes, az anaménes, az anaménes, de nem tudja ezt a maménes, a maménes, a maménes. Ha ráterelnék a maménest, széttiporná az anaménest. Hely, legszebb állat az anaménes, az anaménes, az anaménes. Hogy köszörüljön a költő tudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt. Vagy azt is mondhattad volna. De nem tudja ezt a macsorda. Ha ráterelnék a
csordát. Hely! Szét tiporná az anacsordát. Hely! Ha ráterelnék a macsordát. Hely! Szét tiporná az anacsordát. Nagy Zoárd tobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda, meg anaménes? Ugyanazt, amit az anakonda, azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat. Ki ismeri? Senki. Nem ér. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának. Kinek van természettudományi kis lexikonja? Senkinek. Ezen nem újjon. Csiribí, legyen itt egy csiribá, természettudományi prics, kis lexikon prucs. Hányadik betű az ABC-ben az A? Hátulról vagy előről számítva? Itt van! Az 59. oldalon. Anakonda! Eunectes murinus! Állat! 10 métert is elérő dél-amerikai óriáskígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja. Hát, legyen neked ez a legszebb állat. Jöhet a következő. A tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok, belőlem nem lesz tulok. Hát az biztos. Mert már most egy nagy tulok vagy. Még, hogy elpüsztülök. Elpüsztülök a rühgéstől. Csend legyen. Ki következik? Én. Egy egészen rövid verset írtam. Halljuk. Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte. Miért csütörtökül ordít? Mert csütörtök. Ha péntek lenne, péntekül ordítana. Idegen nyelveket nem tud? Nem. Ez egy műveletlen csütörtök. Elég. Halljuk a romót.
böki, bagúfan, Balán bökö, bigafun. Nem ér! Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy Hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját Hottentotta. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, már meg is sózhatott. Hadd mondja végig. Ez semmi. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis, vers. És ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta, bizonyítsd be, írj egyet. Nem is kell leírnom. Kapásból is elmondhatom. Kómirelű kötyú áll, kamóri legketyőül, kumaróli ketyőül, kőmuraló kityeül. Kőmuraló kityeül, kőmürula kótyiel, kemürőlú katyó ill, kimerülő kutya ol. Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutya ol? Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól. Esetleg elfárad. Miért ne fáradhatna el egy kutyaól? Vagy a kutya nagyon nyomja belülről. Rendben. De a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Ez igaz? Találmánynak nem rossz. Csak versnek. Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani Dömdödöm. Akkor én meg azt mondom, hogy prampapam, prampapam, prampa, prampa, prampapam. No. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Engem is? Persze, téged név szerint is megemlített. Éljen Dömdödöm. Adjuk neki az első díjat. Adjuk. Adjuk, adjuk. Te győztél. Majd kölcsönadhatod a krumpli főzelékembe. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fenn hangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm-dödöm-dödöm. Dömdödöm.
Döm, 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 dö, dö, döm. Döm, dö, 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 döm. Döm, 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 dö, dö, döm. Döm, dö, 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 dö.